Festmény, tabló és világháborús katonai kitüntetések. Ezek is a hasznos Horthy hagyaték részei, amelyek nemrég kerültek a József András Múzeum tulajdonába. Az adományozó nagyapja Horthy István közjegyző volt Nyíregyházán, ezért is esett a választás erre a múzeumra. A felajánlás célja elsősorban az volt, hogy a fiók mélyén és az ágynemű tartó alján őrzött családi kincsek hosszú távon és biztosan megmaradjanak az állapot megóvásával. Láttam a leltári kimutatást, ami anyag tőlünk kikerült, hát több gépelt oldal, úgyhogy még úgy megbecsülni is nehéz. De ha csak annyit említek, hogy nagyapám nagyon szeretett költészettel foglalkozni, és így az ő verses kötete is átkerült a múzeum anyagába. Én úgy körülbelül 200 versre határoznám meg azt a mennyiséget. Volt olyan vers is, ami megjelent a helyi sajtóban, nyomtatásban, annak is valahol itt nyoma van az anyagban. Úgyhogy az értékét pedig egyáltalán nem tudom, mert soha nem gondolkodtam abban, hogy ezt valamilyen módon értékesítsem, hogy értéket határozzak meg. Ennek eszmei értéke van, és lelki értéke van. A portrék egy része ráadásul leégett a kenderesi kastélyban, ahol a köznemesi származású család élt. A 19. század közepén költöztek ide a Szabolcs vármegyei Ramocsaházáról. A család ezen ága azonban jobbnak látta 1948 után megváltoztatni a nevet Hasznosra. A rendszerváltozás után vették fel újra az eredeti nevet, így lett Hasznos Horthy család. A tőlük származó hagyatéknak csak egy részét mutatták most be a múzeumban. Először is állományvédelmi okokból kell majd restauráltani a tárgyakat, tehát itt a viselet, illetve a második világháborús kitüntetések, de a család iratait tartalmazó, és az iratait összefogó láda is elég rossz állapotban van, tehát magán viseli az elmúlt évtizedeknek a jegyeit. Miután átesnek a restauráláson, ezért az egy hosszabb folyamat, utána valószínűleg raktárba kerül, és ahogy a múzeum megnyit, valamilyen módon nyilván a szerződésben megállapodva megpróbáljuk bemutatni. A József András Múzeum a következő évkönyvében önálló fejezetet is szentel ennek a hagyatéknak. A külön blogban nem csak ezeket a tárgyakat, de a családot is részletesen bemutatják majd az olvasóknak.